Kedves nézőink! Mai műsorunkban folytatjuk emlékezésünket a 2005-ben életműdíjjal kitüntetett Fekete Tibor színészre. Egy hete a díjátadó ünnepség legmeghittebb pillanatait, illetve a népszerű színész életútját bemutató filmünk első részét vetítettük le. Ma a portré műsor második részéből láthatnak részleteket, melyek Fekete Tibor kecskeméti éveinek örömeit, sikereit összegzik. Azért jöttek vidékre, hogy jó szerepeket játsz. Igen. Hát megadatott. Melyekre emlékszel legszívesebben? Nagyon sok szerepet játszottam. Úgy prózát, úgy operettet, úgy vígjátékot. Körülbelül tartok most olyan 230-35 szerepnél, és bátran mondhatom, hogy a világirodalom minden gyönyörű szerepét eljátszottam. Egyik nap Dózsa voltam, másik nap Willy Loman voltam, harmadik nap Eddie Carbone voltam, negyedik nap a furcsa párba voltam az egyik szereplő, másik nap az orhideákat énekeltem ötször egymás után, úgyhogy már karmesternek leintettem, hogy nem integ. Miért vonultam ide? Szót értsek veled. Akaratom ellenére támadták meg csapataim a csapatait. De mit kiáltottam csata előtt is? Egyesüljünk az én zászlaim alatt, de te árulás, harc! Mit nem magyarázhattam meg ott a csatatéren. Á! Most megmagyarázom. Ne koptasd a szád! Nem vonhatsz be többet. Megsebesítettek. Nem hallottad a kiáltók szavát? 24 kürt szól csata közben is. 24 helyen harsogták. Aki hozzám áll, annak nem csak kegyelem, de juss is. Házra, szabad költözésre. Az emberei zöme megértette. Itt nem döntesz meg, kutya. Vites a vesztőhelyre egyenest. Amikor eljátszottad ezeket a nagyon szép szerepeket, akkor az első komoly elismerés 65-ben érkezett, ekkor kaptál Jászai díjat. Igen, és a Radó Vili kísért föl. Hát nagyon-nagyon boldog voltam. És úgy éreztem, hogy nagyon nagy dolog, és kötelez valamire, hogy az ember még jobb legyen, még többet adjon magából. Így is becsületesen, jó, tényleg úgy dolgoztam, hogy ahogy kell, mert mindig a Kálmán bácsi eszembe jutott, hogy mindig az a lényeg, fiam, hogy becsületes legyél, keményen dolgozzál. És én tényleg Kecskeméten itt keményen dolgoztam, becsületesen dolgoztam. Igen. Majd amidőn egy nemzetség kipusztul, vagy csontjaimmal a meráni gyerekek fognak tekézni, akkor... Most hallgatok. Bábulja a harisnyát, a magyar csak hátul áll sóhajt az ihazán nagyasszonyán. Istenemre, legalább csak egy vidám tekintetet mutatna, ha színből is. Nem esne olyan nagyon szívére a magyarnak, ő is meráni. Hát honnét akarsz már most, barátokat? Midőn sem a meráni, sem pedig magyar. Ki mondta azt? És meráni? Hát mikor nevezte testvérnek a tűz a vizet? Csupán csak bennetek van egyetlen bizodalmam. A ti húgotok. Melinda. De jöjj még ez éjjel itt, ha eloszlanak. Házamhoz. Jelszunglészen. Melinda. Annyi sok nagy szerepet játszottam, most már csak kicsit játszom. És nekem kell a színház, mert az igazság az, hogyha egy ember nyugdíjba megy. Ezt pontosan tudom. Egyszerűen úgy érzi, hogy fölöslegessé vált, mert nem lehet otthon főzni, meg takarítani, meg sétálni, hanem egyszerűen kell egy munka, kell egy valami tudat, hogy el vagyok foglalva, be kell mennem a színházba, és akkor mindegy, ezt a kis szerepet lejátszom, egy hónapban háromszor, négyszer, bemegyek egy kávét inni, fölmegyek a titkárságra, mert nagyon szeretem a titkárságot, az Ibit, a Gizikét, minden, úgyhogy olyankor egy ilyen nagyon jó érzést tölt el, hogy azért, ahol ennyi sok évet, 41 évet eltöltöttem,
És a műszakkal kezet fogok, azok a legjobb barátaim a műszak, és nagyon-nagyon jó érzés egy kávét inni, annak a színház levegőjét szívni, amit az ember 40 évig, vagy 41 évig, sőt a falu színházat beszámol, majdnem 50 éve vagyok színész. És hát, és főleg az, hogy a korom, mert ugye nem szégyellem, 75, egy pár hónap múlva 75 éves vagyok, és ilyen korban már az embernek azért, hogyha én itthon lennék, és csak főznék, meg takarítanék, meg sétálnék, akkor lenne egy depresszió rajtam, vagy valami, és akkor egyszerűen csak ma holnap meghalok. Nos, már tüdő, már nem méltó rá, ne írj el ágyom, elér szennyezte kéz. Azt mondják, hogy a vidéki színészek valóban nagyon sok fontos szerepet eljátszhatnak színpadon, de kimaradnak a filmvilágból, a televízióból, a rádióból. Rád is igaz ez? Nem. Ez az egyetlen rám nem vonatkozik. Hála jó Istennek. Én nagyon sok filmet csináltam. Én megcsináltam, amire nagyon-nagyon büszke vagyok, a Simándi 60 éves születésnapjára Bánkbánt, ahol a Petúrt játszottam, és a Faragó énekelte, sokszor már, mert én is énekeltem, te nem tudod, nagy úr, e gazmeráni had, és akkor a Vámos rám szólt, hogy Tibikém, hagyd ma a Faragót énekelni. És úgyhogy aztán játszottam a Kántortól kezdve, a Borstól kezdve, a Szőnyi G. Sándornál játszottam egy nagyon jó TSZ elnök szerepet, Ne zárjátok kulcsra az ajtót, Kocsis Istvánnak a darabját. Meg nagyon sok-sok kis szerepet játszottam. Megállj! Az orosz vagy gyilkoló ő! Igen, mivel, hogy nagyasszonyunk ártatlan, ő semmit sem is tudott Ottónak ízetlenkedéséről. Meghittje Vibera, ki a saját házamban holt meg azt valotta. Ő hörgése köztevé az ujjait keresztre, s lelkét kiadta e végszóval. Esküszöm, hogy a királyné ártatlan. Ő mindent tudott. Az ördög is igazat mondan a halála óráján bizonnyal. Úgy hát átkozott legyen ki a nemes kardot, bemártja egy alattomos gyilkosnak vérébe. Tibi bácsi, hogyan kapcsolódsz ki? Hiszen nem telhet minden pillanatod a színházzal vagy a színház közelében. A háttér nagyon fontos, mert bármi történhet a színházban, bármi történhet, hazajön az ember, egy otthonban jön haza. Amint mondtam, még egyszer mondtam, hogy mondom, hogy egy csodálatos feleségem van, egy csodálatos életem van. Én nagyon szokatlan is a te szakmád, vagy valaki 33 évig együtt éljen a párjával. Igen. Szóval az igazság, hogy az én még tőlem megmerik kérdezni, hogy hogy van a feleségem, de nem minden színésztől merik megkérdezni, mert mindjárt azt mondják, hogy melyik. Na én nekem nem, én nekem tényleg egy csodálatos feleségem van. De nem szakmabéli, ugye? Igen, fogorvos, itt volt ugye fogszabályozó, 25 évig megyei főorvos, ott most is rendel Kecskeméten, mert nem csak itt, hanem Soltvadkerten rendel, Budapesten rendel, úgyhogy, és egy nagyon kemény az, hogy olyan jó erő van benne, hogy az nem igaz. És szükséged van rá arra, hogy legyen egy ilyen erős asszony? Hát igen, mert én egy ilyen, én sajnos egy ilyen hipohonder ember vagyok, én mindjárt beteg vagyok. Én nekem, ha valami fáj, akkor mindjárt, jaj, rákom van, és nagyon félek. Na most, hogy elfoglaltság itthon, ez nagyon szeretek főzni. Nagyon szeretek főzni, és mindent, majdnem mindent tudok is főzni. És aztán takarítok, főzök, sétálok, olvasok, televíziót nézek. Szóval azért elfoglalom magam. Nagyon szeretem a virágokat, tényleg nagyon sok muskát. Mondjuk a legszebb erké ebbe az utcába a miénk, mert ugye mondjuk 60 muskátli van az erkélyen. Úgyhogy azért én mindig elfoglalom magamat, de azért nagyon, azért kell, hogy bemenjek a színház, kell a színház. Aki majdnem eltöltött 50 évet, annak kell a színház, nem lehet színház nélkül élni. És hát adja jó Isten még, hogy ugye az az igazság, hogy még szeretnék egy-két évig élni, mondjuk, hogy a színházban az ember egy kis szerepet még mindig elvállal, mint most is játszom Mágnás Miskába a főlakályt, nagyon szeretem. Bemegyek, érted, a Sirkó Laci, tényleg jó barát, nagyon kedvesek a kollégák, tehetséges emberek vannak itt, műszak nagyon aranyos, és akkor mindig bemegyek, és akkor mindenki a Tibi bácsi. Hát, szóval nagyon jó érzés lenni, nagyon jó érzés ezt érezni.